Két helyi fiatal fiú a partról látta, hogy a víz nagyon gyorsan elsodorta a horgászt. Amikor azonban a test először feltűnt, a két fiú gondolkodás nélkül a bajba jutott, után ugrott. Szombat este hívott fel az egyik lakosunk. Van-e róla tudomásom, én tőle tudtam meg először az esetet. Szombat délután egy budapesti horgász a csónakjából a Tiszába esett, és saját erejéből nem is tudott kiúszni a folyóból. A folyó eléggé meg is van áradva, emelkedik folyamatosan a vízszintje, és két tiszasűi fiatal, egy 15 és egy 19 éves fiú volt a hősies megmentő, akik a habok közül kimentették a férfit, akit már eszméletlenül sikerült a partra húzni. A partra kihúzták, és a parton lévők segítségével megkezdték az újraélesztését, mentőt is hívtak a helyszínre, és már a mentő úgy vitte el a férfit, hogy eszméleténél volt. Ez erős sodrás sem kedvezett az életmentőknek. Itt jöttek a lépcsőn, és mentek volna belefelé a csónakba, abba a barnába. Lent voltunk a stégen unokatesommal, és lejöttek a bácsik. Mi fürdöttünk már akkor, hát lejöttek, a bácsi fel akarta tenni a motort a csónakra, beleborult a motorral együtt a vízbe, és utána beleborult, feljött a víz tetejére egy ilyen pár másodpercig, utána lement, miután már unokatesommal ugortunk is utána, utána megtaláltuk ott a szélébe, utána felvittük, és unokatesóm elkezdte úgymond a újraélesztését. A férfivel tegnap tudtunk beszélni, ő nem tiszasűi, egy budapesti horgászról van szó. Őt tegnap elértük, kellett is vele beszéljünk, mert a két fiút azt most szeretnénk előterjeszteni életmentésért emlékérem, és bátorságért emlékjel kitüntetésekre a belügyminisztérium felé. A héten volt lent Pócs János országgyűlési képviselő úr is, lementünk a fiúkkal, vagy hát az egyik fiúval és a másiknak az édesanyjával a helyszínre, megtekintettük a helyszínt, Jánost is tájékoztatták a fiúk az esetről, és akkor képviselő úr is saját hatáskörben jutalmazta a fiúkat és elismerte a hőstettüket. Tegnap volt egy képviselőtestületi ülésünk, ahol döntöttünk arról is, hogy a belügyminisztérium által adható kitüntetésektől függetlenül is az önkormányzat augusztus 10-én a falunapon mindenképp szeretné jutalmazni a fiúkat.